a tanítvány lekörözte a mesterét. Na, megérkeztünk közben itt egy... A második helyre. Második helyre, ez is Porchester. Egy marha nagy park. Egy iszonyatos atom nagy park Attila az atom keresőjével. Aztán most itt próbálunk szerencsét. Na, mutassuk meg a parkot Attila, nézd csak. Vili, mi újság? Hát Attila... Mi folyik itt? Itt megint van a kezedben. Egy Mercury Dime. Ilyen mélyen volt. Ja, meg én húzom el a kezem. Így néz ki, még koszosan, de nem akarom dörzsölni. 1941-es. Az igen. Már szép. Egész szép állapotú, látom? Aha. Gyönyörű. Mercury Dime. Ez ma már második. Aha. Az igen. Ugye? Leköröztél. A tanítvány leköröszte a mesterét. Ebből látszik, hogy milyen jó a mester. Így van. Sokkal többet tudott átadni, mint amit ő tanulta. Igen. Az élete során. Az élete során? Ja. De várjál, mert itt most egy zsebbe tettem azzal a kütyüvel, amit az előbb találtam, és nem akarom összekarcolni. Na, szóval van itt errefelé, még úgy látszik minden szír, szar, meg ezüst, meg, de kevés erre az érme, nem Attila? Uh-huh. Úgyhogy... Nem sok van. De aztán lehet, hogy van olyan része, ott például, ott azon a részen, ahol a kocsival állunk, ott meg sok az érme, csak ott meg ezüstöt ugye nem nagyon találtunk még. Ja. Nagyszerű. Akkor most már... Folytatjuk tovább. Megnyugodtam itt is egy kicsit. Akkor jó. Itt egy ilyen 5-6 incs mélyen találtam valamit, ami nagyon érdekes dolog. Látjátok azt? Olyan, mintha arany lenne. Na, az van ráírva, a Greenwich Grammar SC 1934. Ez valami gomb, vagy medál? Nem tudom, olyan, mint a gomb lenne. Így, hát itt nem volt fű. De azért mégis valahogy kinézzen. Na, figyeld, ez egy, nem tudom, lehet, hogy ez is, de az a nagyon fura benne, nézd meg a számokat, nem számokat, hanem 83, 84, aha. Hanem ha pontosan eltalálom a közepét, csak 83, sehova nem megy. Aha, tehát annyira stabil. De nézd meg! Látom. Sehova nem megy egyszerűen. Ebből az irányból, hogy elmegyek ebbe az irányba, ugyanaz a 83. Egy aha. Millimétert nem mozgó. Hát akkor lássuk, ezt lássad, milyen mélyen van. Azt mutatja, hogy itt van a felszínen. Megnézem a pinpointerrel, hogy befogja el. Azt mutatja, hogy itt van, közel a felszínhez. Hát... Pinpointerrel. Nem nagyon találom meg. Lehet, hogy itt van, itt. Kicsit arrébb volt. Itt van ezen a részen. Úgyhogy pattintsuk ki, hogy mi lesz ez. Aha. Szerintem lehet, hogy egy ezüst gyűrű. Mit szólnál ahhoz? Hát én akkor bekakélnék. Valami? Látsz már valamit? Meg sem. Ah, hát oda néz. Aha.
Meginni. Ez a 25 centes? Nem. Mi ez? De 25 centes. A 25 centes, ez annyira... Ez ma annyira átverős. Annyira átverős, ez tud legjobban átverni. Ez hihetetlen. Komoly. Pedig nem is szokott ilyen alacsony számmal jönni, nem tudom, hogy miért. Évjárat mikori? Nem egy olyan nagyon régi, ugye? Kibírnám venni. 1965. Hát az azért nem új. Nem új, de egy évvel lehetne idősebb, és akkor már jobb lenne. Nem? 1965. 64-es május, mi? Igen. Hát... Ez a kész átverés show ismét. Fogtam egy ilyen 88 körüli jelet, ami magasnak számít, általában az ezüstök jönnek így. Mögöttem Attila valahol ott park másik felében. De föld felszínén van, úgyhogy én úgy gondolom, mivel hogy ez a 25 centes napjaink 25 centese eléggé megtévesztő tud lenni, úgyhogy hát lássuk. Nem tudom, hogy mit hallotok belőle. Titi. Tehát amikor ilyen titi hangot ad, ilyen két rövid hangot, ilyenkor a föld felszínén van általában. Úgyhogy nézzük valahol itt. Itt van. Hát ez majdnem, hogy 100% hogy 25 centes lesz, vagy nem tudom mi lehet, de elég ez istes hangja volt. Kell kapirgálni, 25 centes, mondom. Na, szóval ezt mondom, hogy ez a 25 centes, főleg amikor a föld szint felszínén van, annyira be tud kavarni. Nem is olyan. Hát annyira nem is új egyébként, de hát nem ez is sajnos. Hát ennyi. Eddig hogy tetszik a mai nap, Attilám? Elég jó. Na, kapás van, Attilám? Ha? Kapás van? Hát szerintem csak egy 1 centes vagy 10 centes. Azért már lesz a hajóz? De, csak... Gondoltam, le kéne rakni a itt a kamerát. Itt van. Aha. Ja, csak begerjed a másiktól. Ja, tőlem? Ja, csak ezt most le kéne raknom. Ez itt van. Itt van a 10. 1 centes. Az van dögével itt. 1 centes, az van egy pár darab, igen. Jó. Ja. Úgy készül a timelapse. Aha. Aha. Mi? Nem bírsz magaddal? Ma nagyon aratok, Attilám, hallod? Majd zsák ezüsttel megyek haza. Eléggé összeszedted magad, mi van már megint? Kanadai 10 centes, hallod, ezüst. Kanadai? Te hülyés kecelem? 57-es évjárat. És úgy, hogy igazából rutinból szedtem ezt is fel, mert így a földfelszínen elég sok apró pénzt találom. Egy nagyon közelít rányomok. Aha. Hallod, rutinból szedtem fel, azt mondom, megcsillant, mondom, ez vagy most hagyták el, annyira új, vagy ezüst. Nem, a kanadaiak is ilyen elvetemültek voltak, hogy csináltak ezüst 10 centest. Ők is a 60-as évek végéig, azt hiszem. Ez nagyon komoly, Vilikém, te nagyon megtáltosodtál. Ma nagyon, ma valahogy, de szép amúgy ennek a feje. Aha. Szép kis élme. Ez igen, gratulálok. Köszönöm. Hallod? Ma ilyen napom van. Elég keményen nyomad. Na, csak hogy Attila se unatkozzon. Hát készülünk egyébként menni haza, de még Attila itt az utolsókat itt. Ja, itt volt egy ilyen 1 centes, 10 centes jelem.
egy ilyen, épp hogy kipattintottam, és nézd meg, egy gyűrűt találtam megint. Arany? Nehogy nem arany. Mi? Ezüstözött sajnos, nem is ezüst, de viszont nagyon érdekes, valami mert be van vonva valamivel, ilyen nem tudom milyen anyaggal, és ilyen szívecskék vannak rajta, nem tudom, hogy mennyire fog látszani. Aha, elég nagy, tehát mit tudom én, nekem is majdnem jó erre az ujjamra. A kis ujjamra bőven rácsúszik. Egy elég nagy, izé. Szép. Csak érdekes. De nem ezüst, nem arany. Itt leg is van egy kicsit kopva. De egy gyűrű. Szép. Így a végére. Hallod? Ja, jó pofa. Így a végére. Na, érdekes. Szerintem mehetünk is a komára. Ja, menjünk. Csináljuk meg az összesítést aztán. Ja. Menjünk. Majd jövünk legközelebb ide. Ja. Na, akkor a mai napi gazdag termés, Attilám. Ja, elég jó. Szerintem mind apró pénzben, mind nemes fémben, ugye, amit mindjárt bemutatunk, nagyon szép teljesítmény volt szerintem. Én ja, még legalábbis elég ennyit nem, sikerült. Nem egy nap alatt. Figyeld, ezt a kupacot, az a te kupacod, igen, ez a te szemeted, ez az én kupacom, az az én szemetem. Nem ástam olyan túl sok szemetet most. Ugye ezek itt még, ami ilyen pár érdekesebb dolog, az a... Hát a gyűrű. Ez a gyűrű, ami ezüstözött gyűrű. Ezüstözött gyűrű. Márvány bevonatta, mi? Valami érdekes, nem tudom mi, de látod a szívecskéket? Ilyen, na, látom, ilyen valami fura, ez egy ilyen baka, ez egy ilyen csat, vagy mi magyarul, ez egy fogalom nincs, nem micsoda, mert ez nem kulcs szerintem, de kulcs kéne. Lehet, tehát, valami medál ez egy, volt. Ó, eltörött bilét, ami még itt a kezemben is eltörik, ja, mert már szét van porladva. Hát itt a pénzkupac. Hát azért... Jó, és meg itt van ez a régi érme. Ja igen, amit nem tudtunk kiolvasni. Amit nem lehetett, de a hangjáról is hallani, hogy teljesen érme hangja van. Csak, hát 25 centes. Csak ez $2, amit most ja, itt fogok. Hát nekem is van bőven itt a 25 centesek. Van elég szép mennyiség. Ez $3 és még plusz egy. Ja. Azért szép, hogy mennyi? Szerintem egy 6-7 dollárt biztos összeszedtünk fejenként. Te vagy 7-et, 8-at, én olyan 6-ot. Ja. Akkor folytassuk. Ja, nézzük meg, hogy mik a jó. A szemetet dolgok. Rakjuk ide be a vödörbe. Elrakom. Ja, volt azért egy-két ilyen ijegységem, különben ilyen nyitófüleknél azt hittem, hogy ez is valami, mert mindenre azt hittem, hogy ez jó. Is. Na, úgyhogy ez. Akkor vegyük elő a komoly dolgokat. Ja, mivel kezdjünk? Kezdjük az enyémmel. Na akkor itt az én két ezüstöm, amit ma találtam, 45-ös, 25 centes, meg mi volt a másik, nem látom minden az évszámot. 46-os, ja igen, mert hogy egy évvel, ha fiatalabb, vagy idősebb lenne, ha 45-ös lenne, akkor Mercury Dime lett volna. De itt sajnos csak egy Roosevelt Dime. De ennek is nagyon örülök. Nézzük, Willy mit talált. Na hát akkor nézzétek meg. Van egy 1919-es Mercury ezüst, 10 centes, ez 41-es, ez is ezüst nyilván, és ez ami nagy poén volt, hogy itt a vége fele, itt a kanadai ezüst 10 centes. Ez milyen évjárat? 57-es volt, azt hiszem. Aha, 57-es. Ja, na ez a 10 centesek. Megy még a fölvétel? Aha. Oké, akkor találtam, ugye akkor mutatom az ezüstöket, egy ilyen nyakkendő, csokornyakkendő medál, ez egy ezüst medál. Benne van, hogy Sterling. Sterling, ja. Sterling. Már szép. Sterling. Akkor Ez az, ami nagyon nagy öröm volt, ez mindjárt az elején történt. Itt nyílik, és tökéletesen működik egyébként. És itt ugye lehetett régen egy kép benne, ugye ez egy átázott papír volt, amin már sajnos nem látszódott semmi, de teljes ezüstből van. És nagyon szép kidolgozása van. Ez gyönyörű, hallod, ez hihetetlen, hogy ilyen fogás. Állapotban így megmarad ja. Minden. Hiba nélkül, tehát nem nyomódott be, mert azért ja. Annyira nem vastag maga az hát a üreges. Fém. Üreges, ja. de az egész
ugye tok nem lett olyan vastag ezüstből csinálva, mondjuk van súlya, csak hogy nem nyomódott be egy kőtől, senki nem lépett rá, ez az, ami minden hihetetlen. Minden szép, de hát majd meg lesz tisztítva, ez még szebb lesz. Szépen le lesz takarítva. Ugye akkor meg volt az is, és ezek meg ilyen kis érdekességek, ezek ilyen kitűzők. Ezek is elég régiek. Aha, most 1934-es ez, kitűző. Ez meg band, ez nem tudom mi ez. Band. Az tudod mi a zenekarnak a izéje, kitűzője, az a band. Ja, hát gondolom, de hogy valami melyik band. Valami fúvos zenekar, vagy valami, nem jön ki belőle, hogy a formája, hogy milyen band? Nem látszik. Hát, ja, igazad van. Cselló, vagy mi ez? Nem tudom, hogyha majd lemossuk, akkor biztos jobban látszik, de nagyon fasz. De érdekesség, ezeket mindenképpen érdemes megtartani, nem? Hát, hogyne. Mármint, az egyikben ugye az évszám is benne van, 1937-es. 34. 34-es? Uh-huh. Nem láttam innen. Erre azt hittem értelem, hogy arany amúgy. Ja. Erre azt hittem, hogy egy pecsétgyűrűnek a teteje, de nem. Ja. Na mindegy, ez a mai nap ez nagyon termékeny volt. Na, úgyhogy ez a kincskeresőknek az legújabb adása volt. Tele ezüsttel. Attila sem megy haza ezüst nélkül. És... ja, most fordult a kocka, eddig általában te mentél haza kevesebb ezüsttel. Most meg jó, malacon volt ma. Ja, de ennek örülök tényleg, hogy jól sikerült. Na, sziasztok! Ciao.